Szeretettel köszöntöm a Fekete István Szabad Egyetem első online közvetítésének nézőit, hiszen átértünk mi is a távoktatásra a koronavírus járvány miatt, és szeretettel köszöntöm első online előadónkat, Simó Józsefet, a Cegei Vas Alapítvány elnökét, aki Vas Albert helye a Nemzeti Alaptanterben címmel fog előadást tartani. Természetesen kérdést ezúttal is lehet feltenni most az előadás alatt a fisz@mihazánk.hu címen, tehát a Fekete István Szabad Egyetem honlapján is megtalálható e-mail címre, a fisz@mihazánk.hu címen lehet kérdést föltenni, most az előadás során, ha valakiben ez megfogalmazódik, és arra természetesen előadónk ugyanígy válaszolni fog. A technikai személyzetet leszámítva most nincsenek itt köztünk nézők, résztvevők, rendhagyó előadás ez. Az első előadáson ugyanakkor kinőttük már is az előadótermünket, ugyanis több mint 200, közel 300-an jelentek itt meg, soha ennyi embert nem látott ez a réges-régi nemzeti radikális fészek, bázis. Most, hogy kicsit nagyobbá tettük az előadó termet, és hangosítást is kiépítettünk, most egyelőre mégsem használjuk ezt, de az elkövetkezendő hónapokban, vagy legkésőbb ősszel reményeink szerint vissza fogunk tudni térni erre. Jó szívvel ajánlom most ebben az időszakban, és azt gondolom József is ezt meg fogja tenni, az olvasást, hiszen sokkal több időnk, lehetőségünk van most olvasni. Jó szívvel ajánljuk természetesen Fekete Istvánnak a műveit, akár nem csak az ifjúsági regényeket, még ha sokan próbálták így is beállítani őt, de például a Zselléreket, ami a Tanácsköztársaság bemutatása, vagy akár Szabad Egyetemünk igazgatójának, Popé Gyulának, a Felvidék krónikásának, akár a Felvidékről szóló, vagy más történelmi műveit. És hadd említsem még meg a következő előadónkat, aki ugye áprilisben, várhatóan szintén online keretek között, április közepén fog itt előadást tartani, Raffay Ernő, akinek könyvei bár a szabad könyvességről szólnak újabban, de előadásának címei Trianon 100. évében nem lesz más, mint elmulasztott revíziós lehetőségek a rendszerváltás óta. No hát ennyit csak így előjáróban, és ha már Fekete Istvánról szót ejtettünk, ő bizony vadásztársa is volt Vas Albertnek, és több például a Nimród Vadász magazinban is publikálta írásait, és Vas Alberthez hasonlóan ezeket a vadregényes vadászatokat nagyon szerette, meg is ihlette, de Vas Albert az, aki nagyon komoly társadalmi vitát indított el, nem véletlen Karácsony Gergelynek is az egyik első megnyilatkozása volt az új főpolgármesternek, hogy gyakorlatilag lefasisztázta ugye írófejedelmünket. Sajnos a nála ezután kezdeményezett posztumusz díszpolgári kezdeményezésünket persze lesöpörte az asztalról, de talán egy olyan társadalmi vita elindult, különösen most a Nemzeti Alaptanterv kapcsán, hogy mennyire van szükség őt bemutatni a közoktatásban, köznevelésben is, amiatt éreztük aktualitását, különös aktualitását ennek a témának. József, köszönöm szépen, hogy vállaltad az előadást. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. És ha már elődít szóba hozta Fekete István, tényleg méltó képpen lett ő ennek a Szabad Egyetemnek a névadója, hiszen éppen a Zsellérek című könyve volt az, ami bizonyos körökben kivágta a biztosítékot, és nagyon érdekes kis közjáték történt velem valamelyik nap. Hegykőből hívott fel egy kedves barátom, és azt mondja, Jóska, azt mondja, engedd meg, hogy felolvassak neked valamit. És elkezdte olvasni. Azt mondja, kit olvasok? Hát mondom, Vas Albertet. Nem, azt mondja, tévedsz, Fekete István. Na hát szóval tényleg lelki és mindenféle írói rokonság volt a két ember között, és tényleg Fekete István is éppen olyan szépen tudta a természetet leírni, ahogy Vas Albert. No hát, bevezetésképpen azt szeretném mondani, hogy nem tudom a focistáknak milyen érzés lehet egy üres stadionban focizni. Én magam egy kicsit úgy vagyok vele, hogy hát egy majdnem üres nézőtéren, hát hozzászokott az ember a jó közönséghez.
És a jó közönség valósággal szárnyakat tud adni az embernek. Úgyhogy egy kicsit most szárnyaszegettek leszünk, azt hiszem. Ha nem veszik rossz néven, én nagyon sok mindent olvasni fogok. Nagyon sok mindent tudok persze fejből is, de azt hiszem a gyorsaság is, meg a pontosság is, ami Vas Albertnél rendkívül fontos, megköveteli, hogy teljesen szó szerint idézzük őt meg. Mielőtt azonban rátérnék Vas Albertre, egy-két dolgot engedjenek meg, amit így bevezetőképpen írtam. Miről kell szóljon a nemzeti alaptanterv? Arról, hogy mit tanítunk az ifjúságnak, milyen értékekkel ruházzuk fel őket, annak érdekében, hogy a magyar haza jó polgárai legyenek. A tanítandó anyag elsősorban az irodalom és a történelem tárgya, a 19. századi részében már kialakult egyfajta egyetértés. A 20. századi anyag elfogadása már korán semmilyen kézenfekvő. Ezt a századot annyi Magyarország elleni merénylet jellemezte, olyan mértékben tönkretette és megosztotta, hogy ennek a kornak a sebeit máig nem tudta kiheverni a haza. A ránk kényszerített háborúk, az ordas baloldali eszmék jegyében elkövetett pusztítások, az ország darabokra szaggatása, az idegen uralom berendezkedése ideben és odakünn, a megaláztatások, a népbutítás mind-mind hatalmas károkat okozott a nemzet lelkében. A reménykeltő úgynevezett rendszerváltásról apránként ki kellett derüljön, hogy hazugság volt az egész. Amiben pedig a legkevésbé volt változás, az maga az oktatás volt. A soha többet kommunizmust eufóriájában az oktatás tárcáját éppen az SZDSZ uralta, és valamiképpen uralja ma is, rejtett módon. Hadd idézzek egy Vas Albert hozzám írott leveléből, és nagyon fontos az évszám. 1996-ot írtunk, amikor ugye az első visszarendeződés második esztendejét éli az ország, vagyis Horn Gyula az ország miniszterelnöke. Vas Albert hozzám írott levelében ezt írja. A magyar jelen ma a semmiben borzong, irányt vesztve, mivel természetes iránya csak a jövendő lehet, a magyar jövendő pedig ennyi esztendő után is még mindig láthatatlan és mozdulatlan, mint a mocsárba ragadt ócska szekér. Ezt írta nekem 1996-ban Vas Albert, és abban a pillanatban, ahogy az új NAT szerkesztői egyensúlyt próbálnak teremteni, és a városi, ha úgy tetszik, urbánus, polgári irodalom mellé odahelyezik a vidéki, sőt, határainkon túli, népi, konzervatív irodalmunkat, abban a pillanatban kitör a botrány. A tolerancia bajnokai elkezdenek hatalmas hülyeségeket sívítani. Hát itt csak most hadd utaljak arra a bizonyos Kunhalmi Ágnes féle kirohanásra, amikor ugye fel volt háborodva, hogy Vas Albertet és Nyírő Gyulát akarják ezek bevenni a magyar irodalomba. Olyan oktatási stratégiára volna szükségünk, amely során a magyar szellemiség kulcsfontosságú kérdései bekerülnek a gyermek gondolkodásába. Elengedhetetlen a hazafias nevelés, ugyanakkor az ország vezetőségét is a nemes gondolatok, tehát a becsületesség,
az istenesség, a tisztesség, a hazaszeretetet kell áthassa. Ahogy Zétényi Zsolt fogalmazza, jövőnk alapja a hagyományos értékrend, az Isten kapcsolat és a szeretet elvűség megvalósítása. Kulcskérdés, hogy a jelen magyarsága képes-e létrehozni egy olyan szeretett közösséget, amely a lakosságot nemzetté kovácsolja. Vannak-e olyan közös, nemes és emelkedett célok, amelyek mentén mindez megvalósulhat? Van-e realitása annak, hogy ismét a Szent Korona akarata mentén határozza meg magát a magyarság? Jogilag vajon visszaállíthatók-e a korábbi állapotok? Teszi fel a kérdést Zétényi Zsolt. Hát ezzel a kívánatos világgal szöges ellentétben van a valóság. És itt most emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémián nemrégiben tartottak egy egész napos konferenciát. Ennek a konferenciának az volt a címe, hogy a nemzeti konzervatizmus irodalom szemlélete. Ennek a konferenciának 4 fő célpontja volt. Kicsit meg fogok állni, hogy legyen idő meggondolni, hogy vajon kire gondoltak. Azt mondja az első. A hungarista, még a tájleíráshoz is tehetségtelen, indián regényeket író, menthetetlenül értéktelen és színvonaltalan, szájbarágós középszer, Vas Albert. A második. A sznob, olvashatatlan, irodalmi Nobel-díjra érdemtelen, Tormai Cecil. A valamennyire tehetséges, de vérgőzös, szélsőséges, antiszemita, Szabó Dezső. És azt mondja, és a leggyengébb láncszem, a keverékfajú, erkölcsileg leromlott székelyeket tisztának hazudó Nyírő József. Nem tudom, a székely testvéreim mit szólnának, hogyha hallották volna ezeket a keverékfajú és leromlott, és nem tudom én micsoda kifejezéseket, felháborító. Tehát Vas, Nyírő, Szabó, Tormai és úgy általában a nemzeti konzervatív és radikális irodalom nagyjai valójában középszerű, többnyire tehetségtelen alakok, akiknek a munkáit és hőseit nyugodtan ki lehet gúnyolni. Bencsik János írt erről a konferenciáról, következőket írta. Megdöbbentő az a parázsló gyűlölet, az a szalonképessé gyúrt magas értelmiségi fröcsögés, amelyel az önkényes, liberális kánonból kihagyott irodalmi kiválóságainkat sározzák. Nem azért, mert esztétikában ne vennék fel a versenyt a legtöbb nyugatossal. Lehetne tőlük is válogatni elcseszett frázisokat, hanem mert nemzeti sorskérdéseket tűztek zászlóinkra, és az öncélú, értékrelativizáló köldöknézegetés helyett rámutattak a problémák gyökereire. És ehhez programot is adtak. Ez az ő bűnük, és halhatatlanságuk is egyben, írja Bencsik János. Na, hát én azt hiszem, hogy nagyjából elég is ennyi mocskolódást legkedvesebb íróinkról itt felsorolni. Az ember elgondolkodik persze, hogy akkor kik az ideálok? Netán
azaz Eszterházy Péter, aki ugye a Így gondozd a magyarodat című írásában azt írja, hogy levegőt minden magyar igényel, de nem húzat formájában. A Kárpát-medence húzatos, magyarul húzzon el innen minden magyar. Igazán megérdemelte a Kossuth-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a magyar kultúra követe, és ki tudja még hányféle kitüntetést. Ezzel szemben mit érzékelünk? Mifelé megy a világ, ha így folytatódik? Márai Sándor szigorúan mondta, mint aki prédikál. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, mindenfelől előmásznak, 100 milliónyian, és még többen, ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek. És leöntik vitriollal a szépet, bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven döfik azt, akinek jelleme van, már itt vannak, és egyre többen lesznek, írja Judit és az utóhang című írásában. Én köszönöm szépen elődnek, hogy gondolt rám, és gondolt arra, hogy Vas Albert is része legyen ennek a Fekete István Szabad Egyetemnek. Megmondom őszintén, kicsit elmaradtam tőletek, és ennek oka elsősorban az, hogy annak ellenére, hogy én nagyon értékellek téged is, és kicsi feleséged is, és tudom, hogy milyen sokat tesztek a haza dolgában, a szép családotokkal és általában a gyermekáldás dicsőítésével együtt voltunk annak idején a hazatérés templomában, azon a bizonyos magyarság megmaradás konferencián, amit Budaházy Edda szervezett. Szóval ezt én mind nagyon szeretem és értékelem, de ha nem haragusztok meg, akkor van valami azért, ami engem régóta bántott a Mi Hazánk jelszavában, és jól esett látni legutóbb, hogy már más jelmondat került föl a zászló mellé, és te is tudod, hogy mit kifogásolok, én azt hiszem. Hát gondolom, hogy nem a Szabó Dezsői nem jelszót, hogy minden magyar felelős minden magyarért, mert ez az, ami az elsődleges alapításkori jelszavunk volt. Nyilvánvalóan a politikában voltak még olyan üzeneteink, amik azért nagy vitákat váltottak ki, de egyenlőséggel nem volt abban a kifogásot jelszóval, azt azért hozzátenném. Igen, hát azért csak én nem tennék a nemzeti lapra, minimum helyett, nem egy tennék lapra, egy lapra, nem, két. De a nemzeti minimum helyett szerintem azért ideje volna, hogy a nemzeti maximumról is beszéljünk, hogy a kishitűség helyett kit tudunk tényleg pajzsra emelni, kik azok a példaképek, és hát ezért is hívtunk, mert te azért a fiatalságnak is az előadásaiddal és az elmúlt évtizedekben végzett munkásságoddal azért olyan missziót vittél véghez, ami talán már nem mondanám, hogy révbe ért, de azért mindenképp egy szintet léptünk, nem? Igen. Igen, de pontosan úgy, ahogy az én Nyerges Attila barátom mondta, amikor hatalmas vita keletkezett, hogy miért vállalnak kampányrendezvényen itt is, meg ott is fellépést, és Nyerges Attila is ezt mondta, hogy egyszerűen azért, mert a mi számunkra kizárólag a haza ügye fontos. Kizárólag. És én azért is kicsit, amikor kérdezted, hogy mi legyen a címe az előadásnak, akkor szívem szerint arra gondoltam, hogy legyen az a címe, hogy együtt erő vagyunk,
szerteszét gyöngeség. Ezt a nagyon szép mondatot én 1997-ben írtam zászlóra, és mielőtt kivittük volna a Hősök terére, otthon a kertünkbe két gyerekem kifeszítette, egy nagy lepedőre volt fölírva az a felirat, és lefényképeztem őket. És aztán ezt a képet elküldtem Vas Albertnek. És amikor a család meghívására én Vas Albert házába elsőként tehettem be Magyarországról a lábamat, olyan jó érzés volt nekem azt látni, hogy ez a kép ott volt Vas Albert asztalán. Együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngeség. Na hát, sok dolog van, amit, ahogy Vas Albert is fogalmaz, hogy de azt hiszem, ezt majd később fogom elmondani, mert tulajdonképpen, amikor arról beszélgetünk, hogy mit is kéne tanítani a gyermekeinknek, akkor sorba vehetjük szépen azokat a gondolatköröket, amiket Vas Albert fontosnak tartott az életében. Mert ugye az magától értetődő, hogy Vas Albertet olvasni gyönyörűség. Szóval olyan szép nyelven ír, olyan egyszerű mondatokban, hogy minden nehézség nélkül lehet olvasni. Némelyik könyve olyan izgalmas, hogy nem lehet letenni. Én valamelyik este elővettem például a Funtinelli Boszorkány című könyvet, csak azért, mert valahol kerestem egy mondatot. És úgy belefeledkeztem, hogy nem is tudom, már 50 oldalt olvastam, és élvezet volt, pedig már többször olvastam ezt a könyvet. Na, hát ez az egyik dolog. A másik tényleg a táj leírása. Hogy az ember azt érzi, hogy ott van Erdélyben. Nem tudom, hogy erdélyi léleknek kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt tudja értékelni. De én kiskorom óta, 10 éves korom óta az édesapám jóvoltából jártam már Erdélyt, és azóta is nagyon sokszor. És annyira szép és annyira hiteles, ahogy Vas Albert leírja a természetet. Minden visszaköszön a könyveiből, ahogy én láttam pontosan. Aztán, hát nem szabad elfeledkezni arról, hogy Vas Albert ugye a nagyapja után az erdélyi református egyházkerületnek a gondnoka volt. És tulajdonképpen egy istenes ember volt, aki amikor a második világháború zűrzavarai után kikerült Németországba, az ott élő menekült magyaroknak valósággal lelkésze volt. Tehát az istenes költészete és az istenes írása is óriási és gyönyörű alkotások. Aztán arról sem szabad elfeledkezni, hogy Vas Albert végeredményben ugye 3 esztendős korában édesanyja nélkül maradt, és ennek az lett a következmény, hogy nagyapja nevelte őt. És hát milyen egy nagyapa által nevelt gyermek, egy kicsit olyan koravén. De rendkívül hatalmas tudást adott át az ő nagyapja, és ezért Vas Albert maga is némiképpen azt lehet mondani, hogy tanár volt. Sokan hibáztatják, mondják, hogy túlságosan didaktikusak a művei, és nem tudom én, de amikor az ember olvassa, hát sokszor feleségemmel párhuzamosan olvastunk egy-egy könyvét, és mindig ugyanazokat a szép részleteket emeltük ki. És mind ezek a részletek olyanok, hogy muszáj, tanítás. Tehát ahogy a Márai füves könyve, ugyanígy a Vas Albert Teljes a világ című könyve is egy füves könyv tulajdonképpen. Tehát ezekre van szüksége egy mai gyermeknek. Most aztán, ha már irodalomról volt szó, és
történelemről. Ugye ez a két legvitatottabb kérdés ugye az oktatásban, mit tanítsunk a gyereknek. És akkor itt van a történelem. És Vas Albert persze nem egészen úgy tanítja a történelmet, ahogy nekünk tanították. Sokaknak ez sem tetszik, de az igazság az itt van, ahogy Vas Albert leírja. Némelyik könyve tényleg valóságos történelemkönyv. Ott van például a kétkötetes Kard és kasza, ugye? Aminek az első kötete azt a címet viseli, hogy krónikás írás. Tehát Vas Albert az ő családjának a történetét leírja egészen 1050-től körülbelül egészen 1944-ig, ugye, amíg ő Erdélyben van. Ez a krónikás írás. A második kötete, az viszont már szemtanúság címet viseli, és ez is nagyon érdekes dolog, hogy Vas Albert annak köszönhetően, hogy szemtanú is volt, és író is volt, megírta, amit látott. És ez is az egyik számára megbocsáthatatlan bűn, hogy hát miért írta meg, ugye? Na, erről is majd fogok még mesélni, és akkor hát sok mindent felírtam még ide, de hát nem lehet mindent, és volt egy nagyon szép írása, az volt a címe, hogy a magyarság 7 parancsolata. Ugye tudjuk, van a 10 parancsolat, van Vas Albertnek a 7 parancsolata, van a régi magyar vallásnak a 4 parancsolata, és hát van ugye a jézusi 1 parancsolat, ugye? És nem zárja ki egymást ez a négyféle parancsolat, mindegyik a lehető legjobb iránymutatást adná a gyermekeinknek, és például Vas Albert ezt írja: tiszteld és szeresd a te uradat, Istenedet. Őrizd magyar mi voltodat, szeresd minden magyar testvéredet. Ne gyűlöld a más nemzet fiait sem. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége, a te veszteséged is. Légy becsületes, tisztességes és igaz. Bátor és hűséges. Egy évvel ezelőtt mutatták be Vas Albert leghíresebb regényének, a Funtinelli boszorkánynak a film változatát. Sajnos a film még mindig ilyen búvópatak formájában jár közöttünk, pedig nagyon szép film. Lehetne sorolni, hogy kik és miért nem akarják bemutatni, kik és miért nem adtak annak idején a rendezőnek pénzt erre a filmre, aki végül is a saját 4 millió forintjából megcsinálta a 3 órás filmet, és nagyon szép film. No, ebben a filmben van egy pár olyan mondat, amit direkt kiírtam, azért, mert úgy érzem, hogy van valami időszerűsége ennek. Azt mondja Vas Albert. Pontosabban, hát a film forgatókönyvét megíró Pór István. Valami félelmetes sötétség borul a világra. Megjelenik a rossz. Ahová beteszi a lábát, ott minden, ami érték, elpusztul. Most még a fák állnak, és nézik a házat, és a ház üres lesz. A teteje beomol, gerendáik elkorhadnak, majd a szél kidönti az ajtót, mert az ember az ördögöt követi. Aztán egy másik helyen azt mondja: valami árnyék van a dolog mögött, apóka.
Lehet, hogy a világot a gonosz vezérli? Hát most ennek a bizonyos vírus mizériának a kapcsán az emberben felmerülnek ilyen gondolatok. És ha már az előbb beszéltem arról, ugye a hét parancsolatban, hogy szeresd nem csak a magyar testvéreidet, hanem ne gyűlöld a más nemzet fiait sem. Hát itt van egy szép mondat Vasalbertől. Azt mondja, bár a román, illetve az olánépnek ellensége sohasem voltam, a Funtinelli boszorkány című regényem is erről tanúskodik. Erdélyi magyar népem bajainak és szenvedéseinek szószólója vagyok, s ha ezen kötelességem az uralmon lévő román kormány tetszését nem nyerte meg, az semmiképpen sem az én hibám. No, hát ennyit gondoltam így előjáróban elmondani, és akkor nézzük meg, hogy mik azok a gondolatok, amiket Vasalbert tanít, és amiket jó lenne továbbadni a gyermekeinknek. A Titokzatos Őzbak című elbeszélés kötete tulajdonképpen egy önéletrajzi írás. Nagyon szép novella füzér, és ennek az egyik elbeszélése, maga a Titokzatos Őzbak, elindul egy életbocsánat, ebben ír magáról Vasalbert. Azt mondja, gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba, s fényt keres, napok, holdak, csillagok vagy pislogó gyertyák fényét, amit önmagáról visszatükrözhessen. Van gyermek, kit gondosan szoktatnak, hogy merre s hova forduljon fény után, nap felé, vagy ritka csillag felé, és az irányt, ha bölcsek a szülők, a tükör erejéhez mérik. Aztán van, akit csak úgy önmagától fordul erre-arra, s keresi azt, ami szépet ígér, vagy ami megnyugtat. Én ilyen gyerek voltam. Anyátlanul nőttem föl, és ez magányossá tett. Az anya lelkének melege olyan, mint a tavaszi napfény. Egészséges növények nem nőnek nélküle. Itt tudnék elmesélni két nagyon kedves történetet, de hát valószínű sokan ismerik már mind a kettőt. Az egyik a nagyapám tanítása az időről, a másik pedig arról szól, hogy cserkész gyerekként az időközben románná vált Erdélyben, hogyan sikerült leérettségizzen. Én bár nagyon szeretem ezeket a részleteket, most mégis tovább lapozok, és megint csak a gyermek bűvöletében két részletet szeretnék felolvasni. A gyermeket nem szabad lebecsülni. Az ember nagyon gyakran lebecsüli a gyermekeket. Igyekszik feleletet találni. Az őket érintő kérdésekre, de annyira belegabajodik a maga felnőttesen komplikált érvekkel és ellenérvekkel teletűzdelt gondolkodásmódjába, hogy egyre távolabb kerül a valóságtól. És akkor jön egy gyerek, alig látszik ki a földből, és néhány egyszerű, mesterkéletlen szóval rátapint a lényegre. Gondolt-e valaha is arra, hogy mi lenne, ha mi felnőttek mindenütt ezen a világon, csak egy hétig,
rábíznánk a világpolitika minden problémáját a gyermekekre, s mi, amerikaiak, oroszok, franciák, kínaiak és a többiek egy hétre elmennénk valahová horgászni, valami elhagyott helyre, ahol nincs se telefon, se rádió. Könnyen meg lehet, hogy mire visszatérnénk, világbékét és igazságot találnánk ezen a földön. Kicsit reménykedik az ember, hogy ez a mostani visszavonultságunk is, ugye, ahol végre mindenki tud a családjával foglalkozni, tud kirándulni, tud olvasni, talán visszahoz egy ilyen békésebb világot. A másik nagyon szép írása Vasalbertnek azt mondja, hogy csak az ifjúság tud holnapot építeni. Az ifjúság problémája mindig is érdekelt, mert dinamikájával, hatással van a jövő kialakítására. Ifjúság nélkül nincs jövő, csak az ifjúság tud holnapot építeni. A megtisztult nemzet ifjúságára nagyszerű szerep vár. Nem is szerep, feladat és szent kötelesség. A fél évszázados kommunista uralom a becsület és tisztességet kitörölte az életből és a meggyötört lelkekből. Ez az, amit vissza kell hoznunk a múltból, és beleültetnünk a fiatalok lelkébe. Az elvégzett munka büszkeségéről van szó. A becsület és tisztesség büszkeségét és örömét kell visszaszereznünk fiataljaink számára, ami nélkül üres és örömtelen az élet. De ezt nem lehet az iskolában megtanulni. Én a nagyapámtól tanultam, ő meg az övétől. Tudomány ez és hit, ami nemzedékről nemzedékre szállva átvészelt tatárdúlást, törökdúlást, elveszett szabadságharcokat, és magyar voltunk örökségének ismertük el. Tudását tovább kell adjuk a fiataloknak, mielőtt késő lenne. Az újfajta élelmesség korában ez nehéz feladat. Gyakorlatilag szólva csak példakép taníthatja. Ha másként nem, mese keretében, gyermeknek való mesével, amely nem emberöléssel szórakoztat, nem űrbe röpít, idegen bolygókon keres menedéket, hanem itt a földön, ember közelben szövi a mese tulipános, ibolya illatú szálait, szelíd bölcsességgel ültetve a fiatal lelkekbe a jót, az igazat és a tisztesség meg becsület, békés és boldog jövendőt termő palántáit. Nem olyan régen egy Vasalbert emlék évnek a záró rendezvényén volt egy vidéki iskola. Méghozzá Máté Szalkáról jött el, a Képes Géza általános iskola és sok-sok diákja, és nekem olyan jó érzés volt látni őket, mert azelőtt nem sokkal láttam egy tudósítást arról, hogy hogyan is néz ki ez a bizonyos iskola ott Máté Szalkán. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert ez az iskola kifejezetten a magyar eszményképeket vonultatja föl minden osztályteremben, folyosón, öltözőben, mindenütt, a tornaöltözőben a hazánk legkiválóbb magyar sportolóit, a különböző szertárokban a magyar tudománynak a legkiválóbb alakjait, Nobel-díjasainkat, stb. Hát egészen elvarázsló intézet ez a bizonyos Képes Géza általános iskola ott Máté Szalkán. Még egy gondolat.
Vas Albertnek az Ember az országút szélén című könyvében írja. Nekem az volt az elvem, hogy a gyermekek számára vagyon gyűjteni erkölcstelenség. Hogy erkölcstelen az, ha valaki az életben olyan helyet foglal el, amit nem maga érdemelt ki, hanem még az apja vagy a nagyapja. Az nem illeti meg az embert. Sem az én gyermekemet, sem a másét. Az ember csak az illeti meg, amit maga teremt magának. Itt mesélném el, hogy öt gyerekünk közül egy gyimesbe ment férhez. Gyimesbe beszélgettem a kicsi vőmmel, és nem tudom, hogy került szó erről, hogy birtok, vétel, eladás, ilyesmi. És azt mondja Attila, hogy nálunk azt mondják, hogy csak azt a birtokot lehet eladni, amit én szereztem. Az örökséget azt nem lehet eladni. Azt tovább kell adni a gyermekeknek. Nevelő búcsúja érettségiző tanítványától. Uram, ki gyönyörűségünkre ezt a szép világot megteremtetted. Ezen a napon egy fiatal embert indítok útra feléd, kinek íme ez az utolsó napja velünk. A velünk töltött évei során igyekeztem felszerelni őt mindazzal, amire azon a nagy kiránduláson, amit életnek nevezünk, szüksége lehet. Rendre, tisztességre és becsületre tanítottam, s a te világod szépségeinek szeretetére. És most, hogy elmegy, arra kérünk, Uram Isten, hogy légy vele továbbra is. Vezesd a jó ösvényeken, a tiszta örömök hegyein és völgyein keresztül, hogy boldog és elégedett ember lehessen, alkotó ember, tiszta és igaz ember, a te örömödre, Uram. 10 esztendős Vas Albert, amikor magyarság történetében valami olyan dolog következik be, ami addig soha. Azt mondja, hogy csatákat nyertünk, s vesztettünk, ez le van írva minden történelemkönyvbe. De hogy a végén a hazánknak kétharmadát idegeneknek adják, ilyen még soha nem fordult elő. És hát tudjuk jól, ez a szégyenteljes trianoni békediktátum az erdélyeket még másfél esztendővel korább megérinti, hiszen 1918. december 1-én román testvérek mai napig ünneplik, vannak nem románok is ugye itten a nem régi miniszterelnökök között, Medgyessy Péterre gondolok, aki ugyancsak ünnepelte ezt az eseményt. Tehát 1918. december 1, amikor Gyulafehérvárra összehívják a románok nemzetgyűlését, és ott kinyilvánítják, hogy Erdély pedig ezentúl nem Magyarországhoz, hanem Romániához fog tartozni. A Vas családnak volt egy kitűnő barátja, aki különben Vas Albert első verseit is javítgatta diákkorában, Reményik Sándor. Reményik Sándor egy alkalommal, akkor Végvári néven írta a verseit, felkeresi a Vas család Szent Gotthárdi házát, és azt mondja Vas Endre bácsinak, Vas Albert édesapjának, hogy na, írtam egy verset, hallgassátok meg. Ezt a verset Makkai Sándornak írta, és mindazoknak a jó erdélyi magyaroknak, akik ugyancsak arra készültek, hogy elhagyják Erdélyt. A versnek a címe az volt, hogy Eredj, ha tudsz. És elmondja ezt a verset,
És Vas Albert valósággal transzba jött, valósággal fellelkesült, és azt mondta, hogy hát Sándor bácsi, megyek én is, vagyis, bocsánat, nem pont, hogy nem megyek, maradok én is veled, és rakjuk a tüzet, gyújtjuk a kanócot úgy, ahogy a versedben írtad. Na hát, fantasztikus gondolat volt már akkor Vas Albertben, hogy ezt a veszteséget, ezt nem lehet elfelejteni, ezt nem lehet megbocsátani. Tulajdonképpen az egész életműve ennek jegyében íródott. Elvesztettük a hazánkat. Úgy hangzott, mint egy mese. Dohos szaguk volt a szavaknak, mint annak a nehéz vén könyvnek nagyapó asztalán, mezőzáhon. Nagyapó néha kihozta azt a könyvet, és mesélt belőle Kossuthról, Bemapóról, és arról, hogy Görgei letette világosnál a fegyvert. Szépen tudott mesélni nagyapó erről. Néha szomorúan, néha haragosan, és az akkor szép volt, mert mese volt. Kossuth, Bem, Görgei, világos, Aradi 13. A haza elveszett. Hallotta reszketni a nagyapó hangját. Egy pillanatra vadszülős tornácot is látta, de ez most nem mese volt. Kint idegen katonák meneteltek, trombita vonyított kegyetlen, tépő, ideges hangon nem. Ez már nem mese volt. A haza elveszett. Hogy Reményik Sándor hatása mennyire érzékelhető volt, és ugyancsak kedves irodalomtanárának hatása, Áprili Lajos volt az irodalomtanára a kolozsvári református kollégiumban Vas Albertnek, ez magyarázza azt, hogy alig 16 esztendős, amikor megírja az első istenes versét. Az a címe, hogy Én és az Isten. Nagy-nagy rémek űztek. Már mindent bejártam. Végső menedéknek Istennél megálltam. Slá. Az Isten nékem sziklaszilárd vért lett. Gond meg nem találhat, baj hozzám nem érhet. Mert az Isten nékem, míg másnak csak támasz, nekem menedékem, végső menedékem. Míg örömben jártam, nem lelén meg Istent, rá csak most találtam, hogy elveszték mindent. Ilyenek vagyunk mi, gyarló földi férgek. Úgy térünk csak hozzá, bánatok, ha érnek, szertekuszált álmok, széttépett remények. Rátaláltam én is, szörnyű-szörnyű búban, atyai szavára most, hogy rászorultam, nagyon rászorultam. De ez az elveszték mindent, ez jelentette azt, hogy a Vas család, akinek ugye a 18-19. Század fordulóján 9 falunyi birtoka volt ott a mezőségen, nem véletlen. Ezeknek jó része királyi adományozásból származott, méghozzá különböző vitézségekért. Ugye Szent László király volt az első adományozó, gyönyörűen írja le a Kardeskasza című regényében, hogy hogyan menekíti meg a család egyik őse a királyra rátámadó bölénytől a Szent Királyt, aztán harmadik Béla, negyedik Béla, Károly Róbert, utoljára Mária Terézia grófi címet adományozva a családnak, amin persze Vas
nemesek nagyon föl voltak háborodva, hogy jön hozzá egy Habsburg persona ahhoz, hogy nekünk grófi címet adjon. No hát, tehát mondom, 9 falunyi birtok, és jön 1921, a román földreform, amikor egy tolvonással mindenüket, jóformán mindenüket elvesznek. Maradt persze azért még 300 hold szántó, 600 hold erdő, és hogy ennek jó gazdája legyen Vas Albert, nagyapja küldi mindenféle tanulmányok felé. Küldi Debrecen Pallagra, mezőgazdasági akadémiára, küldi Hohenheimbe erdészeti egyetemet végezni, és az már csak haba tortán, hogy Vas Albert önszorgalomból a párizsi Sorbonon táj- és kertépítési oklevelet szerez. Az istenes költészet persze, és az istenes írások továbbra is fontos helyet foglal Vas Albert írásművészetében. Példának okáért a harmadik verses kötetében, a Láthatatlan lobogó című kötetben, Mikor a bujdosó az Istennel beszél, gyönyörű, vagy a bujdosó imája, vagy még fiatal korában írja szintén Látható az Isten, harangot kongatok, hát gyönyörű lenne mind megidézni. Én egy idős kori írását szeretném most itt fölvillantani, amikor életében megjelent utolsó könyvében, könyvét írja, még nincs kész a könyv, de már majdnem, a könyvnek a címe Hagyaték, 1985-ben jelenik meg egyébként ez a kötet, és akkor Vas Albert Vas Albertet megkérik, hogy írna egy ismertetőt a könyvhöz, egy ilyen beharangozó írást. Természetesen elvállalja, és következőket írja. Hamarosan befejezem új könyvemet, aminek Hagyaték a címe, és az ősi magyarok istentudásáról szól, aminek nyomai ma is megvannak még a Székelyhegyekben, és egy szép napon újra fölemeli ez a tudás az eltévedt magyart illő helyére. Könyvem lényege azonban nem a nagyon is régi fehérmén áldozása, amiről görög krónikások írtak a Krisztus előtti második században, hanem a magyar őskereszténység, amit az egyik tanítvány vitt el közéjük a Krisztus utáni első század közepén a Bajkál-tó melletti őshazába. Ez az őskeresztény hit kimondottan Jézus tanításán alapult, és nem egy házi hatalom kiépítésében élte ki magát, hanem a gyógyításban és a csodatevésben, aminek gyökere a mustármagtanában lelhető meg, ha csak annyi hitetek van, mint a mustármagja, minden magvak közt a legapróbb. Hegyeket mozdíthattok véle. Valamint abban a mondásában Jézusnak, hogy amit én cselekszem, ti is megcselekedhetitek. Sőt, nagyobb dolgokat is ezeknél. Mert amit én teszek, azt nem a magam erejéből teszem, hanem az Atya végzi általam mindezeket, aki nektek is teremtő atyátok. Talán megint csak a gyermekekhez kötődően és kicsit búcsúzásul a kolozsvári református kollégiumtól írja Vas Albert ezt a szép versét, aminek az a cím, hogy Szeressétek az iskolát. Csak 3 verszakot idézek belőle, de ebből is megérezhetitek, hogy viszonyult Vas Albert
a régi alma materhez, hogy viszonyult a tanáraihoz, és hogy viszonyult a társaihoz. Akit az élet messze késztet, s ezernyi csábos titkot át, szeresse ezt a régi fészket, a régi iskolát, mert ahol magyar még a lélek, és szittya ajkon kél a szó, ott hervadásról nem mesélhet a bús tavaszfaló. És akinek március az álma, nagyot mer és nagyot akar, az méltó lesz az iskolára, mert ember és magyar. A szeretet. Az imént említett könyvében, a Hagyaték című könyvében ír Vas Albert két nagyon szép mondatot. Azt mondja, a jó, ha útjára engeded, mindig legyőzi a rosszat, mint hogy a fény legyőzi a sötétséget. Mondom, ha útjára engeded. Amikor a szeretet cselekszik bennünk, akkor elindul valami láthatatlan erő, ami előbb vagy utóbb szeretet formájában tér vissza hozzánk. Érdemes kipróbálni. A másik ilyen szép mondat azt mondja Vas Albert, a szeretet olyan portéka, melyből mennél többet osztogattok szét másoknak, annál bővebben terem számotokra is. Sok szeretetről szóló gondolata van Vas Albertnek, kicsit a hazafias szeretet megfogalmazás is hangozzék el, azt mondja, a cívódások, pártoskodások nemzetéből változzátok át a szeretet nemzetévé, s lássátok meg, attól a pillanattól kezdve veletek lesz az Isten. No, azt szoktam mondani, hogy ha már most ugye volna Istenünk, s volna szeretetünk, akkor jöhetne a gyermek. Mert ahhoz, hogy jöjjön a gyermek, ahhoz kell valami fajta hit, kell valami bizalom, ős bizalom, és természetesen kell a szeretet. Vas Albertnek az imént emlegetett Hagyaték című könyve kapcsán jelent meg Kiáltó szó című írása. Tudjuk ugye, hogy 1921-ben Kós Károly is fordult a megmaradt erdélyi magyarsághoz Kiáltó szó című írással, és ezt tette Vas Albert is 1985-ben. Ebből hadd idézzek egy pár mondatot. Azt mondja, én rászántam maradék életemet arra, hogy megtegyek, amit csak tudok, a Kárpát-medence egységének helyreállítására, ami egyben nemzetem jövendőjének biztosítását is jelenti. Aki velem jön, annak szeretettel nyújtom jobbomat, aki félrehúzódik, az intézze el tétlenségét a saját lelki ismeretével, mint ahogy annyiszor mondottam már az elmúlt évek során. Ha mi megtesszük a magunkét, az Úristen velünk lesz. Ha kürtöm lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka. Ha kardom lenne, vérbe mártva hordoznám körül a világon. De csak a szó maradt meg nyelvem gyökerén, a hang, mely belekiáltja ebbe a megkergült világba. Segítség, emberek! Pusztul a magyar!
több könyvéből fésültem össze, állítottam össze ezt a kis gondolatsort, azt a címet adtam neki, hogy Családról, gyermekről. Amikor kimondom ezt a szót, családomat, valami jó édes íze van a számban. Család nélkül az ember semmi, bogáncs a szélben. Családdal Isten szerepét játsza ezen a földön. Isten a maga teremtő munkájához meghívta a maga képére alkotott embert. Miért vonakodunk elfogadni a meghívást? Miért keresünk mindig kibúvókat? Ha nem teszünk semmit nemzetünk fogyásának megállítása érdekében, akkor elébb-utóbb oda jutunk, hogy a művelt nyugat majd rezervátumban mutogat minket, mint Európa utolsó indiánjait. Később pedig magunk töltjük be a herdei jóslatot, ahogy ezt Vörös Marti megfogalmazta. A sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. És miféle népek? Igen. A jövő Magyarországa számára nem vagyontárgyakat kell hagynunk, hanem magyar életet, gyermekeket. A gyermek egy darab tiszta ember, alapkő a jövendőhöz. Föl kell nevelni embernek. Nem csak olyan hánydideves dodának, embernek. Foglalkozni kell vele, mesélni neki, nem anyagi javakkal, hanem jó szellemben nevelve kell őt útnak indítani. Épp csak, mint hogy a madárszülők megtanítják a fiaikat röpülni, és aztán eleresztik őket. Nekünk, akik még bírjuk a múltat, ez a dolgunk, hidat építeni múlt és jövendő közé, és a híd pilléreibe mindent beleépíteni, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes. A becsület és tisztesség büszkeségét és örömét, magyar voltunk örökségét és tudását kell továbbadjuk a fiataloknak. A magunk jó példájával előttük járva. Sok mindent tudnék itt elmondani családról, gyermekről, és arról a szomorú helyzetről, amibe kerültünk, és amiből talán most úgy veszem észre, mintha megindultunk volna egy kicsit kifelé. Mintha azt látnám, amint ezelőtt vagy 10 évvel Kárpátalján, a legnagyobb szegénységben élő magyarok között, hogy anyukák babakocsit tolnak. Most itt is. Játszóterek tele vannak gyermekkel. Szóval valami megmozdult, valamit megérzett ez a magyarság. Megérezte azt, hogy azé a föld, aki benépesíti. És ha mi ezt nem vagyunk képesek betölteni, akkor majd jönnek idegenek, akik megteszik helyettünk. Hiszen ez a Kárpát-medence hát a világ legszebb ország, a világ legszebb pontja. Hát ez nem maradhat üresen itt. Jól esik, hogy egyre többen szólnak ez ügyben. Én tényleg olyan régóta mondom, és már-már azt hiszem, csak mosolyogtak rajtam mindenfele, hogy a Jóska bácsi már megint előjött a gyerekekkel. Nem azért, mert mondhatná valaki, hogy könnyű nekem, mert hogy nekem is van 5 gyermekem. Nem bölcsködés, és nem okoskodás akar lenni, így adta a Jóisten. Balczó András szokta mondani olyan kedvesen, hogy gyerekvállalás, butaság. Ember és asszony szereti egymást, és a gyermek az jön.
Nála 12. Gondolkodhatunk rajta, hogy hol a hiba, hogy kitokoljunk a férfiakat, te vagy a nőket, hogy mintha csak azt szeretnénk, hogy a lányok csak virágozzanak, de Isten ments, hogy teremjenek. De hát miféle lét az a dísznövényi lét? No, sok minden van erről szóló, de... És közben egy-két kérdés is már lassan érkezik. Igen. Na, akkor lehet? Belevághatok, közbeszúrhatok? Vágjál. Nem akarom félbeszakítani az előadást, igen, de mivel a Fekete István Szabad Egyetem honlapján is megtalálható fiskukac.mihazánk.hu címre küldtek már néhányat, többen nem is tudták eddig, hogy ilyen személyes kapcsolatban voltál ugye Vas Alberttel, és eznek kapcsán érkezett több kérdés, hogy valami személyes történetet, közös emléket a találkozásotokról tudsz-e mondani, illetve személyes kérdések még, hogy önnek melyik vers, melyik regény a személyes kedvence, mikor olvasott először Vas Albertről, mikor hallott először Vas Albertről, és hogyan ismerte meg Vas Albertet. Tehát egy kicsit személyes kérdések, hogyha igen, kezdjük akkor ezzel. Igen. Hát az az érdekes, az volt az érdekes ebben a mi családi történetünkben, hogy ugyan nekem édesapám Székely, feleségemnek édesanyja, és mégis azt kell mondjam, hogy 1990-ig szinte nem is hallottunk Vas Albertről. Az az érdekes, hogy tehát az édesapámnak nagyon szép könyvtára volt, és nem volt benne Vas Albert könyv. És emlékszem rá, hogy antikváriumok polcán láttam én, csak így, hogy W, Vas, A, és egy-két könyvet. De nem hallottam róla semmit, és ezért nem vettem a kezembe. Aztán 90-ben, talán éppen 90 karácsonyára a feleségem kapott az egyik barátnőjétől egy könyvet, méghozzá a három kötetes Funtinelli boszorkányt. És hát ugye én akkoriban tervezőintézetben dolgoztam, meg egyetemre jártam, szóval nem jött, hogy én ezt a könyvet kézbe vegyem, bár feleségem mondta, hogy ez olyan szép ez a könyv, Jóska, hogy ezt te is el kéne olvasd. Mindig csak azt láttam, hogy lefekszünk, ő olvas. Felkelek, felébredek, és ő olvas. És meg kellett kérdezem, hogy te most már olvasol, vagy még olvasol? És mondta, hogy hát bevallja őszintén, hogy az egész éjszakát végigolvasta. Olyan szép ez a könyv, hogy nem tudta letenni. Aztán egy kórházi betegség kellett beköszöntsön számomra, hogy az első Vas Albert könyvet a kezembe vegyem, és ez az első könyv, ez az Adjátok vissza a hegyeimet volt. És abban a pillanatban, ahogy én ezt a könyvet elolvastam, abban a pillanatban én megéreztem azt, hogy Vas Albert rólunk ír, nekünk ír, vagy volt egy ilyen rádió műsor, ha valaki még emlékszik, hogy helyettünk írták. Hát helyettünk írta le Vas Albert ezt a sok szépséget, és akkor én azt mondtam, hogy amit ez az ember ír, azt nekem mind el kell olvasni. És valósággal, mint egy vadász kutya, nyomába eredtem a könyveinek, és hát először ugye, amit magyarországi könyvesboltokban, antikváriumokat, inkább csak antikváriumban voltak a könyvei, azt mind megszereztem. Aztán Széchenyi könyvtár, kiírtam az összeset, Z.A. ez a két betű volt ráírva minden Széchenyi könyvtári katalógus cédulára, ami azt jelentette, hogy zárt anyagok tára. Egy-két könyv volt kivétel, mondjuk a mesekönyvei Vas Albertnek. És akkor
Az egyik könyvben találtam egy piros pecsétet. Erre az volt írva, hogy Keresztesi Ferenc és egy kanadai cím. Én ezt szépen kiírtam, és gondoltam, írok egy levelet Keresztesi Ferencnek. Hogy vajon látom, milyen nagyvonalú adományozója volt ő a Széchenyi Könyvtár Vas Albert gyűjteményének, vajon hogyan lehetne ilyen csak kint hozzáférhető könyvekhez hozzájutni. És hát olyan fantasztikus érzés volt, amikor posta fordultával először csak jött egy hosszú lista. Azt mondta, fiam, jelöld be azokat a könyveket, amiket úgy gondolod, hogy érdekelnek. Hát én nagy szerényen egy pár könyvet bejelöltem, és megint egy hónap múlva jött egy vászonba bevart csomag. Azért a vászonba, mert ez a bácsi, Keresztesi Ferenc bácsi, egy egyszerű kárpitos volt. És ő úgy gondolta, hogy ezt ő belevarja, ráírja egy könyv, és nem is bontották föl. Pedig máskor az ilyeneket ugye felszoktak, de gondolták, hogy míg ezt visszavarjuk, addig na, nem bontjuk föl. Könyv, könyv, két. Pedig emlékszem, hogy például a Funtinelli Boszorkány című könyvet a határon mindenkitől elkobozták, mert ki volt adva, hogy ez egy pornográf irodalom. Hát azt a sok szépséget, ahogy Vas Albert leírja ennek a hegyi leánykának a szerelmét, hát ha ezt valaki pornográfiának minősíti, hát az bolond. Na, szóval megkaptam ezt a könyvet, és természetesen rögtön elkezdtem olvasni. Hát mondom, nagy kupac volt. És mivel, hogy feleségemmel párhuzamosan olvastuk ezeket a könyveket, mindig ugyanazokat a szép részleteket írtuk ki, vagy jelöltük ki, és egyszer azt mondtam, hogy te, csináljunk egy irodalmi estet. Vas Albertből. Mikor volt ez? 95-ben. 95? Igen. De akkor már baráti körbe ittottam ott, meg a gyerekeinknek mindig, amíg jöttem haza Széchenyi, na nézzétek, mit találtam, megint egy szép Vas Albert írás, és a vacsora után ott felolvastam a gyerekeimnek, meg a feleségemnek. És akkor mondom már ilyen sok-sok ilyen baráti körben való Vas Albert idézgetés után, hát csináljunk egy irodalmi estet, és tényleg készültünk a gyerekeink iskolájának az ebédlőjében, gyönyörű népi abroszokkal megterítve, korondi váza, virággal, Vas Albertnek az Üzenet haza című kis verse, ugye Leporellóban oda készítve, pogácsa, kukujzatea, szóval a gyerekeink táncoltak, mert ugye Timár Sanyi bácsinak a tánccsoportjába tanultak gyönyörű magyar néptáncot, és közönség is volt, mert akkor még nem volt Vas Albert kultusz. Az az érdekes, hogy tele lett az iskola terme, ez az étterme, tele lett. És ott volt dr. Medvigy Endre, irodalomtörténész, és utána odajön hozzám, és azt mondja, hogy hát ez fantasztikus, amit itt ti csináltatok, mert Vas Albertből még ebbe a kicsi hazába senki nem csinált irodalmi estet. Mit szólnál hozzá, hogyha Vas Alberttel levelezhetnél? És akkor nekem majd leesett az álom, hogy hát Vas Albert él még. Mert hogy ő a Magyarok Világszövetségében volt, igen, mármint Medvigy Endre is. Pontosan. Volt, hogy kapcsolatuk a külhoni magyarsággal. Pontosan. Vas Albert benyúlt a tárcájába, elővette... Medvigy Endre. Vagy mit mondtam, igen, Medvigy Endre. Elővette Vas Albert följegyzett, és nekem is egy papírra felírta, és akkor én kicsit bátortalanul, kicsit hitetlenkedve, utóbb szégyeltem az élet miatt magamat, de elhatároztam, hogy írok egy levelet Vas Albertnek. És akkor, hát miért mondom ezt, hogy szégyenkezve meg bátortalanul? Hát mert egyrészt tudtam, hogy Vas Albert egy híres ember, gróf, doktor,
idős is, ki tudja, beteg, elfoglalt, hát miért írna egy vadidegen magyarországi embernek? És nem hiszitek el, nem hiszed el, postafordultával jött a válasz. És olyan szép levelet írta a Salbert, különben neki minden levele egy-egy irodalmi remek mű volt. Hát, ha már így került, akkor talán ebből a levélből is idézek egy pár sort. Így írt Vasalbert. Kedves Jóska öcsém, leveled sokat jelent számomra, többet, mint akármiféle hivatalos elismerés. Arról tanúskodik, hogy érdemes volt írni, amíg lehetett. Az embert ezer láthatatlan szál kötözi, nagyjából a múlthoz, de a jelenhez is. És a magyar jelen ma semmiben borzong irányt vesztve, mivel természetes iránya csak a jövendő lehet, és a magyar jövendő ennyi esztendő után is még mindig láthatatlan és mozdulatlan, mint a mocsárba ragadt ócska szekér. Nem tudok írni többé. Kiáltanék, de nincsen hangom, s ha volna is. Mire jó az írás, ha nincs, aki elolvassa? Levelet felkavart bennem valamit. Talán mégis vagytok odahaza, akik el is olvasnátok, amit ez a vénlegény papírra vetett itt a messzi idegenben? Erre kaptam tőled feleletet. Köszönöm. Na hát így történt, és aztán én még többször írtam Vasalbertnek levelet, de érdekes módon a válaszlevelek elakadtak. Ugyanis Vasalbertnek ez a harmadik feleség, ez a francia asszony, ez mindent megtett, hogy a magyarságot elszigetelje Vasalberttől. Ez olyan furcsa és megdöbbentő volt számomra, de mások is panaszkodtak, mások is mondták. Mitől félt? Fölmerült az egyébként, hogy hazaköltözön Vasalbert, vagy valami ilyesmitől félhetett? Volt ilyen is, hazaköltözés, az túlzás, de látogatni egyszer eljött volna szívesen Vasalbert, pont amikor a Funténeri Boszorkány című könyvét bemutatták, de hát sajnos elmulasztotta az első demokratikusan megválasztott magyar kormány, Antal József kormánya, elmulasztotta ezt, hogy meghívja Vasalbertet, pedig én biztos vagyok benne, hogy lett volna olyan államfője ennek az országnak Vasalbert, még akkor lehetett volna, mint később az a másik író, tudjuk. És hát utána meg eltelt az idő, és olyan szomorúan emlegette Vasalbert ezt a dolgot, hogy bezzeg, a románoknak eszébe jutottam, azt mondja. No. Mihály király, amikor még abban reménykedett, hogy az úgynevezett rendszerváltás Romániában is elhozhatja azt, hogy netán vissza lehet állítani az ő hivatalát, a királyságot, akkor írt Vasalbertnek egy levelet. És azt írta neki, hogy kedves Vas úr, én, ha sikerül visszakerülnöm Romániába és kormányt alakítanom, akkor szívesen felkérném önt kultuszminiszteremnek. És erre Vasalbert visszaírta a levelet, hogy hát ha felséged nem emlékezne rám, nem emlékezne rá, hogy annak idején az én halálos ítéletemet is méltóztatott aláírni, és ha ezt kész semmisé tenni, akkor én szívesen. Na hát ez egy ilyen kicsit legendába illő dolog, de... Szintén talán városi legenda az ő magyar állampolgársága és annak megvonásának kérdése. Igen, jó, hogy kérdezed. Nagyon sokan... előadásaim végén ezzel szólítottak meg, hogy na hát, mit szólok hozzá, hogy milyen kár, hogy ez a
Piszok Kunce, ez nem írta alá Vas Albertnek az állampolgárságot. Hát erre én semmi más nem tudok mondani, mint azt, hogy ott Vas Albertnek a dolgozó szobájában, az asztalán találtam egy ilyen félbevágott A4-es papírt. Az ő gépéből volt kiszedve. És ezen a papíron körülbelül a következő állt. Én nagyon sajnálom az én magyarországi és emigrációbéli barátaimat, hogy most azon kell méltatlankodjanak, hogy én nem kapok magyar állampolgárságot. Én Magyarországot magyar állampolgárként, magyar honvédként hagytam el, és magyar állampolgárságomról soha nem mondtam le. Persze az ember azt mondja, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél. Hát hogy van ez? Most kért Vas Albert állampolgárságot, vagy nem kért? Itt jó tudni azt, hogy ő személyesen nem kért, de az ő nevében Csóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének akkori elnöke, és Tar Sándor, aki külügyminisztériumban volt valami fontos beosztásban, ők ketten kérvényezték, hogy Vas Albertnek adjanak magyar állampolgárságot. És hát tudjuk, hogy ez a bizonyos állampolgársági igazolás elég bántó módon ezt tartalmazta, hogy egy évre szól. De nem ez volt az a bizonyos... Nem az igazolás szól egy évre? Igen. Tehát igen. Ezen ugye ment egy kis vita, hogy az állampolgárság vagy az igazolás, igen. De mindenképpen sértő volt, és semmiképp sem egy méltó válasz. Így van. Vannak még kérdések a meghirdetett témával kapcsolatban is, például, hogy sok probléma van a magyar oktatási rendszerrel. Ezzel kapcsolatban is írtak a fiskukac.mihazány.hu címre itt az élő közvetítésünk alatt, és láthattuk valahogy, olyan személyek is, tanárok is lehetnek, akik Vas Albertet egy gyilkos őrültnek tartják, ahogy előadásod elején idézted is. Az a kérdés, hogy milyen módon lehetne elérni, hogy csak valódi nemzeti érzelmű tanárok oktassanak, hogyan lehet egyetemi évek alatt kiszűrni az ilyen ostoba vagy megvezethető személyeket, esetleg a későbbi tanári években javasolná valamilyen ellenőrzést a tanárok szellemiségére vonatkozóan. Lehet erről beszélni? Hát ez egy nagyon nehéz ügy, mert ha belegondolunk, ahogy a bevezetőmben is mondtam, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy olyan igazi rendszerváltás az oktatás ügyben nem volt. Nagyon nehéz dolog ez. Azt szoktam mondani, hogy a rendszerváltás azért ilyen kinkeserves dolog, mert a rendszer mi magunk vagyunk. És az ember sajnos az egyik legnehezebben változó tényezője a világnak. Még csak azt se lehet mondani, hogy kihalásos alapon megy a dolog, mert ugye továbbadja az ember a gondolatait, hiszen jól tudjuk, hogy az előző rendszernek rengeteg haszonélvezője volt. Hát most, aki abban a annak a rendszernek köszönhetett mindent, és abban a rendszerben szocializálódott, most akár úgy is értettük szó szerint, hát miért gondolna mást? Miért fordulna egyszer csak más irányba? Úgyhogy nem tudom. Jó volna, igazából ez a úgynevezett új nemzeti alaptanterv, amiért Vas Albertre annyira haragusznak. Valójában egyetlen egy regénye került be az alaptanterben. Az Adjátok vissza a hegyeimet. Korábban több meséje az alsó tagozatos könyvekbe bekerült. Csak mint ajánlott tananyag került be először talán Vas Albert a NAD-ba, ugye? Néhány éve. Igen. Tehát nem kötelező tananyagként, most viszont akkor kötelező tananyag, ez az egy könyv. Ez az egy könyve, igen. Tehát itt is erről az mi az álláspontot, hogy ez elégséges kezdeti lépésnek, vagy ennél? Kezdeti lépésnek jó, persze. Ahhoz álljunk hozzá így, pozitívan. Így van, így van, így van.
Én azt mondom egyébként, nem is tudom, ki mesélt, hogy a repülőn ült mellette valaki, aki látta, hogy ő Vasalbertet olvas, és nagyon csúnyán nézett rá. Kétkötetes könyv volt, ha jól emlékszem, a Kard és Kasza. És akkor mondta, hogy hát mit olvas maga, én gyanús irodalmakat. Azt mondja, tessék, itt van, olvassa a második kötetet, nézze meg, vagy mit tudom én már. És akkor azt mondja, hogy a pár órás repülőút után az illető annyira hatása alá került ennek a gyönyörű, szép irodalomnak, írásnak, hogy utána elmondta, hogy igen, igen, meg kell változtassuk a véleményünket, mert Vasalbert tényleg egy jó író. Ha jól emlékszem, a Nemzeti Alaptanterben például a holokauszt az két órával szerepel, maga a világháború csak egy, mármint az irodalom szempontjából, sőt, talán Trianon is csak hasonló súlya, talán két órával szerepel, pedig itt ugye az említett Reményik Sándortól kezdve azt hiszem nagyon sokakat lehetne idézni. Mi a véleményed erről? Ha egy kicsit csipkelődhetek, és te is magad is azt mondtad, hogy nem történt meg a rendszerváltás az irodalom oktatásban, lehet egy lapon említeni a kommunista irodalom oktatást és a sajnos jelenlegit, vagy nem erős ez a kijelentés tőled, hogy mégis ezt mondod, hogy nem történt még egyfajta rendszerváltás sem. Tehát... Hát gondoljunk bele abba, hogy elvileg akár meg is történhetett volna, mert végül is 30 év telt el. De hát 30... Tehát azok a tanárok, akiket akkoriban képeztek, azok a tanárok még javában élnek, tanítanak, dolgoznak. És bojkottálják a NATO-t adott esetben. Igen. És az a baj, hogy akiket azóta... Tehát igen, olvastam nektek is különböző nyilatkozataitokat, hogy tulajdonképpen ez egy szomorú dolog, hogy azt mondja bárki ma Magyarországon, hogy hát jobboldali kormány van. És akkor hogy van ez, hogy mégis ilyen furcsa dolgok vannak, hogy nem tudjuk a helyére tenni a dolgokat. Nagyon pozitívan tálaltad, hogy végülis van egy Vasalbert film. Jól értettem, 4 millió forintos. Igen, pontosan. Igen, manapság egy komoly filmnek inkább 4000 millió, 4 milliárd forintos költségvetése van. A Kincsem című filmet 3 milliárdért csinálták. Na most akkor ehhez képest gyakorlatilag Vasalbertre nem adtak pénzt egyáltalán. Igen. Hogyha lehetne, ha kellene, nyilvánvalóan kellene, melyik regénye az, amit filmesítenél, mit gondolsz? Mire buzdítanád a forgatókönyvírókat? Mivel próbáljanak karapolni most? Az igazság, hogy már nagyon sokan nekifutottak Vasalbert filmet készíteni, de mindenkinek beletört a bicskája, és elsősorban a pénz miatt. Na, de ezek nem játékfilmek voltak, tehát próbálkozott talán Koltai is, de... Jó, a Koltai féle az nem játékfilm volt, annak ellenére, hogy Adjátok vissza a hegyeimet a címe a filmnek. Nagyon ügyes és nagyon klassz, hogy egyáltalán ez is elkészült, mert minden, ami Vasalbertet közelebb hozza a világhoz, a magyarsághoz, az mind nagyon jó. De például itt van az egyik legjobb és tényleg igazán filmre való regénye Vasalbertnek, az Elvész a nyom. És többen nekifutottak, és egyszerűen... Forgatókönyvírással, vagy mivel? Forgatókönyvírással és pályázattal is. És hol el? Általában a pénzen, a támogatás hiánya. Tehát nem szakmailag mondod azt, hogy nem volt méltó a feldolgozás, hanem hogy nem volt meg a politikai, szakmai, szakpolitikai akarat arra, hogy ezt támogassák. Igen. Tehát igazából nem születhetett még. Igen. Nagyon kedves barátom, például Szent József, neki futott, hogy na, ő megcsinálja a filmet. Akkor azt mondták, hogy jó, hát csak olyan formában, hogy tévéfilm. Na jó, akkor igen, hát nem tudom én, 6 vagy 7 vagy 8 részes tévéfilm. Hát olyat nem, annyit nem, hát két rész maximum. Most hát eleve ismered a regényt, tudod, hogy ugye 6 diákról szól, plusz a papról, plusz ugye, és akkor hát most akkor az hogy lehet? A lényeg az, hogy kifogás hátán próbáltak keresni, és végül is úgy döntöttek, hogy nem aktuális.
Pedig ahogy beszéltél sokat itt öt gyermekes családapaként hitelesen is a gyermekekről, a gyermekekhez szóló üzeneteiről, ugye meséi is tulajdonképpen sok mindenből lehetne, születhetne valamit. Pont most március 15-én, hogy otthon kellett töltsük mi is a gyermekeinknek, hiába próbáltunk valami filmes feldolgozást, 1848 kapcsán nincs. A szocializmusban születtek olyan filmek, amelyeket még esetleg megpróbálhatnánk, de hát a mai kor ízlésének az nem biztos, hogy megfelelő. Egyébként talán a 2002-es Hídember volt talán az utolsó, de hát az meg nem gyermekeknek való. Okay. Tehát, hogy se gyermekeknek, se felnőtteknek igazán ma nem született semmi, de akkor az elvész a nyom egy tipp részedről, hogy az egy filmért kiált, egy játékfilmért. Igen, igen. Biztos, hogy szépet lehetne csinálni. Igen. És hát ami az emlékezett politikát illeti, hogy ítéled meg, hogy ezzel kezdeti lépésnek nevezted talán ezt, hogy első lépésként a NAD-ba bekerül, de egyébként a kellő megbecsülés, legyen szó szoborról, vagy bármilyen más emlékezett politikai eszközről, ugye posztumusz díszpolgári címet, tehát nem kaphatott itt Budapesten, de hogy egyébként hogy ítéled meg a megbecsültségét? Mert sokszor azzal támadnak, ugye, mint Horthy Miklós kapcsán, Vasalbert kapcsán is, hogy megosztó személy, tehát ilyen neki való szoborállítás, vagy bármilyen más példaként való felmutatás, és erre vonatkozóan egyébként kérdés is van, hogy milyen példákat javasolnál a fiataloknak állítani. Akár a napjainkból az egyik kérdés, hogy kit állítson napjainkban példaként a szülő gyermek elé, történelmi személyeken túl, kit akár a napjainkból, ezeket hogyan ítéled meg? Az ő példája az mennyire lehet emlékezett politikailag, akár a mai kor számára is aktuális üzenettel bíró hasznos tartalom? Nyilván, nyilván. Elegendő az a társadalmi megbecsülés? Tehát nyilván te abban a közegben mozogsz, ahol erre kíváncsiak, teltházas előadásokat tartasz, ezt láttuk, tehát a nagy érdemű közönség, amit most itt az elején hiányoltál, de a képernyőkön biztos, hogy meg lesz azért sok ezres nézettsége ennek az előadásodnak is, de te egy olyan társadalmi elismertségben mozogsz, ahol azt látod, hogy pozitív a fogadtatása, de össztársadalmi szinten azért mégis most ez az első komolyabb lépés, hogy a NAD-ba bekerült az Adjátok vissza a hegyeimet. Tehát, hogy elegendő ez, vagy akár a filmen keresztül, vagy milyen eszközöket látnál még arra, hogy foglalkozzanak vele? Igen, hát hogyha például végre elő lehetne rukkolni a Funtinelli Boszorkány című filmmel, akkor biztos, hogy még többen megéreznék azt, hogy ki is Vasalbert, és hogy kedvet kapnának elolvasni a könyvét, mert ugye szokták mondani, hogy a film és a regény azért az két dolog, független attól, hogy én úgy érzem, hogy elég jól sikerült filmre vinni a történetet. Színházi előadásokat is látunk talán a Dörner György vezette új színházban, már a Sejem Zsinort lényegében megküldte neki Karácsony Gergely, de egyelőre leláthatunk ott ugye Vasalbert darabokat. Igen, igen. Hát azt az egy darabot. Egy volt csak? Igen, csak egy volt. Csurka darab volt még, bocsánat, igen. Valóban volt egy-két ilyen, de ez is azért nagy bátorság, hogy egy ilyen darabot bemutatni. Ez is egyébként a Funtinelli Boszorkány című regényből készült színdarab volt. A maga műfajában nyilván egy kicsit más, nagyon nehéz egyébként egy ilyen terjedelmes műeleve. Hatalmas nő, hát valami 900 oldal magában véve a regény, és tehát sem filmen, sem színdarabon nem lehet ezt teljes egészében bemutatni, nagyon meg kell nézni, hogy mik azok a részletek, amik... Minden író ezt mondja, ugye? A Hunyadi film kapcsán is ezt láthattuk ugye Bán Mortól, hogy ő inkább sorozatban gondolkozik, mert nem lehet egyben, mégis valamit elő kell adni egyben. Mi politikusok is gyakran kapjuk azt kihívásként, hogy egy percben kell elmondani azt, amit mi legszívesebben sokkal hosszabban bőrére ereszve mondanánk, de ez mégis egy kihívás, hogy rövid tömör formában is, akár egy estés, egy egész estés, de mégis csak egy játékfilm keretében is jó lenne látni vissza ezeket a filmeket. Volt még egyébként más színházi feldolgozása? Nem. Magyar Kanizsai udvari kamara színháznak sem? Most nem, is hirtelen arra tippelnék még. Illetve bocsánat, de volt egy. Tavaszi szél címen írt Vasalbert egy nagyon szép kifejezetten színdarabot, és ezt a színdarabot 1944 karácsonyára tervezték bemutatni. Természetesen a háború ezt az egészet eltörölte,
és utána, hát talán 10 évvel ezelőtt egy vidéki színház, kisbér, ahol egyébként egy vadonatúj művelődési központot csináltak, ami Vas Albert nevét viseli mai napig, és itt adták elő Vas Albertnek, tehát ezt a Tavaszi szél című darabját. Jónás Csaba volt a főszereplője, a film nagyon szép, és hát az ember sajnálja, itt-ott még volt egy-két bemutató. Nagyon sajnálja az embert, hogy egy csomó színész megtanulja a szerepet, és brilliáns volt az egész, és akkor egyszer csak egy eltűnik. Igen. Egyszeri bemutató egyszeri volt? Bemutató volt, igen. Igen, miközben a fővárosban számtalan színház van, de ilyen darabokat igen. gyakorlatilag nem, igen. nem látunk. Igen. Nagyon szép ez a darab, és nagyon szépen rendezték is. És hát végül van egy kicsit provokatív kérdés is, ez pedig az, túl azon, hogy miért van a helye Vas Albertnek a Nemzeti Alaptanterben, bár szerintem ez, erre az előadásod is választ adott, de amennyire egy ilyen rövid időben inkább vizelítőt adhatunk, viszont ha neki van helye, ön szerint kinek nincs a jelenlegi írók és költők közül, én nem tudom, hogy a kérdező arra kívánta rákérdezni, akik bent vannak, ki az, akit adott esetben kihúzná, de adok egy menekülő útvonalat is, mert lehet, hogy kicsit provokatív a kérdés, hogy ki az, akit, ha pozitívabban nézzük, ki az, akinek viszont helyet adná. Nyilvánvalóan valaminek a rovására kell, hiszen a gyermekek túlterheltsége azért az egy általános kritika a NAT kapcsán is, ebben talán lehet is valami, de akárkinek is a terhére, de ki az akkor hozzátéve a kérdést, hogy ki az, akit még beemelnél, hiszen itt Szabó Dezsőtől kezdve többeket említettél. Kicsit így tovább is lépve talán Vas Albertről, ki az, akit még úgymond pajzsra kellene emelni, és mi lehet a következő misszió, mert ha kezdeti lépésként is, de mégis első össz társadalompolitikai lépésként ez megtörtént, ezt elérted, és ebben nagyon sok személyes küzdelmed van, de mi aztán a következő, akit be kellene emelni hát a Nemzeti Alaptanterben? Nem akarnám itt ezt az én szerepemet túl dimenzionálni. Igazából én azt hiszem, hogy aki irodalomtörténészként is nagyon sokat tett ebben a kérdésben, hogy Vas Albert végre hát, az úgynevezett irodalmi kánon része legyen, őt úgy hívják, hogy Takaró Mihály, és fantasztikus tényleg, hogy milyen szép, tartalmas előadásokat tartott, és nem csak Vas Albertről hatalmas az a paletta, amit ő a magyar irodalomnak erről a hányatott sorsú és kitagadott és elfelejtett vagy elfelejtetett részéről meg szokott szólaltatni. Én nagyon sajnálom, hogy például én úgy tudom, hogy Tormai Cecil végül is nem nyert, tehát őt abszolút kihagyták, pedig hát Tormai Cecil is. Az a szomorú ebben, hogy azért, mert valaki, ahogy az előbb Vas Albertnél is mondtam, hogy egyrészt szemtanúja volt, másrészt leírta, tehát most azért, mert az igazságot leírja valaki, tehát csak egyféle igazság van. A Tormai Cecil igazsága az pusztán azért, mert némelyeket sért az, hogy... Tehát én mindenképpen Tormai Cecilt is oda valónak érezném, de például azt hiszem Somogyvári Gyula sem került be, pedig Somogyvári Gyulának is nagyon sok szép könyve van, és megérdemelné, hogy ő is része legyen. Most Takaró Mihály gyönyörűen elmeséli a különböző előadásaiban, pont ami a NAT-ról szól, hogy végeredményben ez az alaptanterv, ez csak egy iránymutató alapjába véve. Ott vannak a kerettantervek, és a kerettantervek is olyan szépen és okosan vannak megtervezve, hogy például minden egyes irodalom tanárnak ott van a lehetősége, hogy
X számú órát azt arra áldozzon, amit ő fontosnak tart. Hát ennél nagyobb szabadság, bocsánat, kell. Szóval... Világos. Mielőtt esetleg a zárszóra megadnám a szót, azt hadd tegyem hozzá, ugye, hogy Takaró Mihály volt, aki bár nem hivatalos, hogy kik készítették ugye a NAT-ot, de azért talán meghatározó szerepe volt közvetlenül a NAT összeállításában is. Ő maga egyébként itt a Mi Hazánk Mozgalom irodájában már tartott is előadást, és remélem, hogy a Fekete István Szabad Egyetemen is akkor köszönhetjük őt, úgyhogy köszönöm a tippet. Reményeink szerint itt ősszel valamikor folytathatja az előadását, hiszen vannak még olyan elfeledett írók, akik megérdemelnék, hogy bekerüljenek. Sőt, talán ahogy a Trianon megemlékezéseket is sikerült állami szintre emelni, pedig valahogy az is, ha nem is ilyen Vasalbert-féle szamizdat volt, de egy kicsit ilyen szinte föld alatti mozgalomként szerveztük még azokat a Trianon megemlékezéseket, amely, ahogy mondtad, hogy nem egy személyes sikered ez nyilvánvalóan, de hogy egy olyan társadalmi mozgalom elindult a Trianon megemlékezésekkel is, hogy az üldözöttségből kitörve, bár egy kicsit narancsszínűre, kisé ünnepé fazonírozva, de azért még megvan az állami megemlékezés. Nagyon jó dolog, hogy kormány szinten fölvállalták ezt a dolgot, hiszen emlékszünk arra azokra a rossz fajta évekre, amikor ugye Budaházi Gyuri ment ki egyedül a Nyugatihoz, vagy mindig más főtérre, és ő volt, szinte azt lehet mondani, hogy a nemzet lelki ismerete, most ez egy kicsit nagy szavakat jelenthet esetleg, de és mondta, hogy hát ezt nem lehet így hagyni, nem lehet belenyugodni, és nem arról van szó, hogy az ember hogy is mondjam, tehát ez az a klasszikus revizionizmus, ami volt ugye a 20-as években, amikor még lehetett reménykedni abba, hogy vissza lehet fordítani ezt az egész helyzetet. De azóta 100 év telt el. Nagyon-nagyon megváltozott minden. És a magyarság tulajdonképpen ebben a lelki száműzöttségben, amiben leledzik mai napig, és itt elsősorban az elszakított területek magyarságára gondolok, nem gondolhat arra, hogy itt most úgy éljen, ahogy normálisan élni szeretne, vagy ahogy kellene. Tehát ez az oka többek között a gyermektelenségünknek is, hiszen hogyha visszagondolsz 1940-ben, amikor visszatérhetett legalább egy-egy része az elszakított magyar területeknek, valami olyan eufóriában tört ki a magyarság, hogy olyan asszonyok, akik azt mondták, hogy na most már vége, ennyi gyerek van, kész, azok az asszonyok is újra azt mondták, hogy hát akkor legyen gyermek. Ha van jövő, akkor legyen gyermek. És ezt kellene csináljuk mi Márton Áron püspök úrnak a szavait idézve, hogy hát nem azon búslakodni, hogy most szét vagyunk szabdalva, gyerekkel. És aztán a gyermek majd meghozza azt, ami kell ahhoz, hogy egyek legyünk, és újra magyarok lehessen. Nyerges Attilának van egy nagyon szép, azt hiszem, talán ide ki is írtam, nagyon szép verse, de lehet, hogy nem tettem be, hogy annyian legyünk újra, mint a tenger, s a gyermekünk magyarként lehessen ember, de van még előtte is egy rész. Szóval erről van szó. Igen, hát talán a kühoni magyarságnak egyértelmű kapaszkodó lehet Vasalbert, talán itthon is. Én azt kérem, hogy az zászló azért legyen mégis Vasalberté, válasz esetleg egy olyan idézetet, üzenetet, ami az övé lehet. De ha a magyar revíziós mozgalom akcióit is emlegetted, amikor közterületekre vonultunk ugye Budaházy Györggyel, és
szintén egyfajta alulról jövő mozgalomként az, a nagy magyarországos autós matricákat kezdtük el ugye terjeszteni, ami mára már szintén elfogadottá és nem szélsőséges jelképté vált. Akkor hadd említsem még meg, hogy ugye a Szabad Egyetemünk következő előadása ugye április 16-án, szintén csütörtökön este 6 órakor Raffai Ernő történésznek lesz, elmulasztott revíziós lehetőségek a rendszerváltás óta, úgyhogy ezt a témát itt Trianon 100. évében mindenképpen folytatni fogjuk, valószínűleg hasonló online közvetítéssel. Én köszönöm, hogy így megbarátkoztál ezzel az új műfajjal is ebben a sajátos helyzetben. Májusban Bakai Kornél régész a Magyar Történettudomány új távlatairól fog előadást tartani, és júniusban pedig Papp Gábor művészettörténész Mi dolgunk a világon, múltból érkező tanulságok, jövőt érlelő feladatok címmel, úgyhogy ezek vannak most terítéken. Én köszönöm a nézőknek is, hogy kitartottak és nyomon követték ezt a fontos témát. Kérem, hogy ajánlják mindezt az előadást és Szabad Egyetemünk következő előadásait is, és hogyha választottál esetleg valamit, meg egy záró gondolatot kívánsz hozzáfűzni, hát legyen tiéd és tiétek az utolsó szó. Ha már valaki a kérdezők között felvetette, hogy van-e kedves versem, akkor hát legyen ez. Vas Albert azt talán találtam az utolsó versét, és ezt az utolsó versét, ezt érdekes módon angolul írta. Hát miért írta angolul? Azért, mert ahogy ő fogalmazott, hát fiaim és lányaim. De hát tudjuk, hogy igazából vér szerinti lánya nem volt Vas Albertnek, viszont nagyon szerette annak az asszonynak a gyerekeit, akivel ő végül is az életét leélte, és aki harcos társa volt, és aki soha nem engedte, hogy csüggedjen, annak ellenére, hogy meg kellett tapasztalja Vas Albert, hogy amikor az erdélyi szépnyíves cég mintájára megcsinálta az amerikai magyar szépnyíves céget, abban reménykedett, hogy hát van 1,5 millió magyar odakint, és ha ezeknek csak a 10%-a ideál mellém, akkor csodákat fog csinálni. Hát nem volt 10%. A fénykorban volt 7-800 magyar, aki támogatta őt ebben a bizonyos könyvkiadásban. És mondom, amikor kedvét szegte ez a közömbösség, akkor mindig ez az ő Elizabeth Bibi nevezetű második felesége volt, aki felrázta, és azt mondta, hogy nem szabad megijedni, nem szabad kétségbe esni, csinálni kell. Na, amikor tehát Vas Albert ezt az utolsó versét megírta, akkor arra gondolt, hogy az összes gyerekére, unokájára gondolva búcsúzik. És az volt a címe a versnek, hogy I will be around. Tehát itt leszek körülöttetek valahol. És hát én amikor ezt a verset megtaláltam, akkor Géza fiától elkértem. Szeretné másolatban elhozni. Meg is kaptam, és amikor hazaértem, akkor lefordítottam. Persze azóta készültek más fordítások is, és ezek nyomtatásban is megjelentek, de hát sajnos egyik fordítás például van Vas Albertnek egy kedves madara, angolul úgy van írva, hogy Vip Poor Will. Fogalmam sem volt, hogy mit jelent ez. És megnéztem a kis szótárban, és azt mondja, hogy amerikai kecskefejű. Hát, fogalmam sem volt, hogy mi lehet ez. Megnéztem a középszótárban. Na, ott már írta, hogy állatnév, madár, amerikai kecskefejű. Hát, milyen állat, milyen madár ez az amerikai kecskefejű?
Hát, ha ornitológus lennék, akkor biztos tudtam volna, de hát nem tudtam. És azért megnéztem az egész nagy szótárban. És ott volt a latin neve ennek a madárnak. És a latin név alapján vissza tudtam keresni, és kiderült, hogy Vasalbert kedves madara a lappantyú. Most ehhez képest az egyik fordító, mondom, így írta, hogy a fejőgép surrogása, vagy valami is. Ez kicsit félrefordítás volt, de záró üzenetnek milyen? Na, ezt a verset gondoltam elmondani, amit én fordítottam. Abban nem lesz fejőgép. Halljuk. Veletek maradok. Ha majd eljön a nap, hogy többet meg nem találtok, azért ne búsuljatok. Én itt leszek még. Megtalálhattok majd a lemenő napban, és esti röptében vízimadaraknak. Lappantyú rikoltó, párhívó szavában, s távoli hangjában egy méla bagolynak. Itt leszek mindig, őrt állva erdők csöndje fölött, s álmotok vigyázva. Mikor vágytok velem együtt lenni, csak ki az erdőbe menjetek, s álljatok meg valahol útnak oldalában, s figyeljetek. Puha susogásában a fáknak. Engem hallotok majd, amint kutyáimmal átsétálunk lepergő évek örök vadászmezőjén. Mosolyogatok virágnak, lepkének, madárnak, egy halvány kis csillagnak az ég peremén, s hagyjátok, hogy az est megannyi árnya gyengéden magához vonjon kebelén. Mosolyogjatok csak, és én majd visszamosolygok rátok az örökké valóságból. Papitok, különben Cegei Vas Albert.